Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Ezen az üzeneten kívül kapok képeket is. Ez nem egy álomkép, hanem ha becsukom a szememet, látok egy képet magam előtt. Ez olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, ez a képes lap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. Ezúttal egy képet kaptam, és ezen a képes lapon volt egy gyönyörű tükör. A tükörnek a kerete olyan volt, mint egy mozaik. Sötét kép és türkiz színű mozaik. Olyan volt, mint egy orientális dekoráció. Hogy mit üzen ez a kép, ez a tükör, ami tényleg olyan volt, mint egy művészi alkotás, ez jelent egy tükröt, és bele kellene nézni ebbe a tükörbe. Ez lehet, hogy fontos, hogy változtassunk valamit a külsőnkön, a hozzáállásunkon, de ez a tükör jelentheti azt is, hogy az életútunkon lesznek változások, mert valami tükröződik számunkra, és ez lehet egy új irány, egy új kezdet, vagy új kapcsolatok. Hogyan értelmezed te ezt a tükröt, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az üzenetre. Hogy milyen üzenet jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Valaki szeretné azt, ha te megmagyaráznál valamit, de erre nincs szükség. Valaki nagy szeretettel gondol rád. Keresni fogja újra veled a kapcsolatot, hiszen beszélni szeretne veled. Itt szeretetről vagy szerelemről van szó, de nem beszél érzelmekről. Ha valamit szeretnél eladni, ez nem a megfelelő időpont. Kinyílik számodra egy új ajtó, és ez sikerekhez vezet.
A környezetedben megváltozik valami, és lesz újra nyugalom. Ami a népet illeti, a jó Isten vigyáz rátok, bíz ebben. Nem szabad megalázkodni. Ez eltart ugyan egy ideig, de a nép megkapja az elismerést. Sokan támadják az országot, de védeni tudjátok magatokat. Nem csak ellenség van, hanem vannak barátságok is. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.